Köszöntöm Önöket, ez a Heti Politika, ahol az elmúlt hét nap legfontosabb híreivel foglalkozunk. Ezúttal is vendégeink segítenek ebben. Itt van velünk Szakács András, a Méltányosság Politika Elemzőközpont elemzője, és Kovács János, az Iránytű Intézet vezető elemzője. Köszöntelek titeket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor lássuk is az első témát. A nemzeti együttműködés, az egység és az európai közép megerősítésére irányul majd harmadik kormányának politikája, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az újraválasztása után tartott szombati beszédében az országgyűlésben. Középre tartunk. Magyarország középre tart. Európa közepén egy új Közép-Európát építünk, amely felzárkózhat Európa nyugati feléhez. Az európai életszínvonal és életminőség közepe felé tartunk a következő 4 évben. Még nem érjük el a felsők és az elsők szintjét, de felfelé haladunk. András, eddig Magyarországon csak 4 éve volt hasonló beiktatási ünnepség, hasonlóan nagygyűléssel. Miért fontos ez a kormány oldalnak? Szerintem azért fontos, mert alapvetően nem kényeztetnek el minket különböző kormányprogramokkal, illetve választási programokból, amiből ki lehet olvasni azt, hogy hogyan is gondolkodik a Fidesz Magyarországról, hogyan is gondolkodik a Fidesz a világról, illetve az Európai Unióról. Úgyhogy igazából nekünk elemzőknek és a választópolgároknak segítenek ilyen kormányprogramok és választási programokat helyettesítő nagygyűlésekkel, ahol képet kapunk arról, hogyan is gondolkozik Orbán Viktor, hogyan gondolkozik a Fidesz, és szerintem ettől függetlenül ez nem helyettesíti a kormányprogramokat, tehát én úgy gondolom, hogy erre szükség van, főleg azért, mert óriási átalakítások voltak az elmúlt 4 évben, és én legalábbis azt látom, hogy a következő 4 évben is, társadalompolitikai, gazdaságpolitikai, és én úgy érzékeltem, vagy azt olvastam ki, hogy itt egy demokrácia modell váltás is fog történni, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy többfajta demokrácia modell létezik Európán belül, illetve a nyugati világban van egy úgynevezett többségi, illetve konszenzusos demokrácia modell. A többségi az ugye a brit, ezt szerintem mindenki tudja, illetve a konszenzusos pedig a holland és a belga példa. És Magyarországon egy ilyen furcsa keverése volt ennek a két modellnek 89-től 2010-ig. Szerintem 2010 óta a Fidesz arra tette fel azt a ciklust és a következőket is, hogy egy többségi modellt alakítson ki. És ezzel egyébként Lázár János is beszélt 2010-ben, hogy a Fideszemből ez komoly dilemma volt annó, hogy mi legyen. Szerintem eldöntötték, hogy a többségi modell felé indulnak majd el. János, te mit látsz mögött az ünnepség mögött? Lehetett ez egyfajta erődemonstráció is? Hát én úgy látom, hogy Orbán Viktor elsősorban nyilván azon túl, hogy értékelte a választásoknak az eredményét, egy európai parlamenti kampánybeszédet is tartott. Programbeszédnek nem nevezném, mert konkrétumok nem nagyon hangzottak el, viszont a nemzeti együttműködés rendszerének a retorikája az visszatért, és gondolok itt arra például a határon túli magyaroknak, ugye a kettős állampolgárságára, a kollektív jogoknak a megemlítésére, amiből egyébként később ugye konfliktusok is születtek. Igen, erről beszélünk majd részletesebben is később. Igen, az ukrán vitára gondoltam egyébként. És hát nyilvánvalóan ilyenkor megtette azokat a frázisokat, amiket megszokott tenni. Egy 40 perces beszédet hallhattunk, gyakorlatilag tényleg valóban kevés konkrétummal, úgyhogy azt mondanám, hogy inkább kampánybeszéd volt, mint programbeszéd. Talán amit nagyon hangsúlyozott, az európaiság volt, illetve az, hogy Magyarország középre tart. András, szerinted miért pont ezeket hangsúlyozta? Ugye 2010-ben, amikor a nemzeti együttműködés rendszerét kormányprogram szintjén is egyébként megnevezték, akkor szépen lassan elindult ez a retorikai fordulat, hogy ugye egy centrumot kell képezni, és ennek a segítségével kiszorítani bal és jobb oldalt, és szerintem ezt viszik tovább gyakorlatilag, tehát egy kohezív maga a Fidesznek a gondolkodásmódja, a világlátása, és nem akarnak most 2014 után sem egy nagy váltást gondolkodásmódba, hanem szépen tovább építik azt a fajta világfelfogást és demokrácia felfogást, amit 2010-ben elkezdtek, és ezért kellett ezt még egyszer megerősíteni, hogy továbbra is ebbe az irányba tartunk, hogy mindenki értse. Ez szólt egyébként az ellenzéknek, és szólt egyébként a támogatóinak, hogy tudjuk, hogy körülbelül mire számíthatunk a következő 4 évben. És gyakorlatilag középre helyezte a Fideszt Orbán Viktor, és bárki, aki erről jobbra vagy balra helyezkedik, az szélsőségnek nevezte. Ez egy újfajta elem a kormányoldal kommunikációjában?
Én úgy gondolom, nem újfajta elem, újfajta interpretáció, de ez továbbra is a centrális erőtérnek a logikája. Tulajdonképpen az, hogy a Fideszt megpróbálja úgy pozícionálni, mint az egyetlen kormányképes, valós, erős, átütő társadalmi támogatottsággal rendelkező párt, illetve pártszövetség, ugye a KDNP-t is beleértve. És most ugye az európai parlamenti választások kontextusában kerekedik ki ennek az értelme, de megpróbálja mind a baloldalt, konkrétan az MSZP-t, mind pedig a Jobbikot egy olyan politikai szélsőségként beállítani, amelyik egyébként ezzel a nemzeti érdekérvényesítéssel szemben halad. Ugye a baloldal abban, hogy túlságosan kompromisszumkész, túlságosan kevés olyan valódi alkalom van, amikor egyébként képes lenne kiállni nemzeti érdekekért Brüsszellel szemben akár, tehát túlságosan ez a szervilis magatartás jellemzi ebben a kontextusban. A Jobbikot pedig azért vádolja politikai felelőtlenséggel, illetve szélsőségességgel, mert ugye az Európai Unióhoz való jogi viszonyt kérdőjelezi meg, illetve a kilépést lebegteti, vagy a csatlakozási szerződésnek az újratárgyalását. Ugye ez már megint egy másik kérdés, mert itt egy merev, illetve egy soft euroszkepticista beállítottságról van szó. Miért lett ilyen kulcs fogalma a szélsőségesség ennek a beszédnek? Mert nagyon sokszor előjött benne. Szerintem azért, mert megnézték a statisztikákat, a különböző felméréseket, és a magyar választók döntő többsége inkább centristának vallja magát, tehát mindenki inkább középre húz. Az lényegtelen, hogy a többi elemben, mondjuk az antiszemitizmusról mi a véleménye, vagy a kisebbségekről, de az lényeg, hogy magát centristának vallja, esetleg jobb-közép irányba. De az a lényeg, hogy mindig középre húz. És ezért kell erősíteni azt, hogy a Fidesz van középen, és az összes többi szélsőséges, mert azok, akik magukat középre helyezik, akkor azt lássák, hogy gyakorlatilag csak a Fideszre szavazhatnak. Úgyhogy ez szerintem egy egyértelmű a tudományos életből jövő reakció, amit a Fidesz most tett ezzel a retorikai fordulattal. Előjött a jólét és a szegénység kérdése is. Ez az igazi hiányossága a Fidesz kormányzásnak az elmúlt 4 évből? Tehát, hogy nem sikerült az emberek számára is érzékelhető gazdasági fellendülést elérni, hogy nem javult az anyagi helyzetük? Hát szerintem ezen a területen ugye óvatosság miatt a megfogalmazás is egyébként valóban, tehát ha megnézzük a kormány teljesítményével való elégedettséget, megnézzük az ország állapotával, vagy a háztartások anyagi helyzetével, akkor azt lehet látni, hogy a választók többsége azért továbbra is elégedetlen, és egyébként a fideszes választók nagy része is elégedetlen. Tehát ilyen szempontból mérsékelt előrelépés sikerült elérni. Másfelől szerintem inkább amiatt jött elő ez a téma, a szociális téma, vagy a társadalompolitikai téma. Egyrészt az a paradigmaváltás, ami a 2010 előtti időszakhoz képest bekövetkezett, hogy munkaalapú gazdaságot akarunk-e, vagy pedig a szociális segélyezést gyakorlatát szeretnénk kiterjeszteni és folytatni, és egyébként ennek megvan-e a gazdaságpolitikai háttere, ez az egyik pont. A másik pedig az, hogy a baloldalnak a retorikájából azok a klasszikus, igazán szociáldemokrata elemek, azok egy nagyon, nagyon hosszú időre kikoptak. Gyakorlatilag Mesterházi Attila az utóbbi időszakban próbálta meg ismét feleleveníteni, felélénkíteni ezt a szociáldemokrata, klasszikus szociáldemokrata vonulatot, de azt látni kell, hogy egyébként ezzel a szociális demagógiának nem nevezném, de inkább azt mondom, hogy ezzel az erőteljes szociális témával, vagy témafelvetéssel a Fidesz és a Jobbik is több szavazót meg tudott szólítani, mint egyébként a klasszikus baloldali pártok. Menjünk tovább. Az ukrán külügyminisztériumot aggasztják azok a kijelentések, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök mondott beiktatási beszédében. Ezért megkérették a külügyminisztériumba Magyarország kijevi nagykövetét. Orbán Viktor szavait a lengyel miniszterelnök is bírálta. Most nézzük meg pontosan, mit mondott a kormányfő. A kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős állampolgárság, megilletik a közösségi jogok, és megilleti az autonómia is. Ez az álláspontunk, melyet képviselni fogunk a nemzetközi politikában. Mindennek közeli aktualitást ad az Ukrajnában élő 200 ezres magyar közösség helyzete, amelynek meg kell kapnia a kettős állampolgárságot, meg kell kapnia a közösségi jogok teljességét, és meg kell kapnia az önigazgatás lehetőségét is. Ez világos elvárásunk a most formálódó új Ukrajnával szemben, akik egyébként élvezik együttérzésünket és támogatásunkat a demokratikus Ukrajna megteremtéséért végzett munkájukban. András, egy nagyon kényes helyzetben mondta ezeket a mondatokat Orbán Viktor. Miért? Nem mérte fel a szavai súlyát? Ezt azért nehezen tudom elképzelni.
gyakorlatilag ez egy cégfoglaló beszéd volt, és ahogy már utaltam többször is, ebben a beszédben több olyan elem is volt, ami egyértelműen reakció volt, akár a tudományos felmérésekre, akár a statisztikákra. Tehát, hogyha ezek az elemek gyakorlatilag ennyire szándékosak voltak, akkor biztos vagyok benne, hogy ez az elem is pontosan fel volt mérve, hogy milyen külügyi károkat okoz, és milyen belügyi előnyöket fog hozni. Tehát itt azért lesz egy választás, egy Európa Parlamenti választás, uh-huh. és gyakorlatilag szerintem a Jobbik és a Fidesz között hezitáló szavazóka hosszolt ezzel, és úgy ítélte meg gyakorlatilag Orbán Viktor és a stábja szerintem, hogy sokkal többet nyer azzal, hogyha szól akár a Jobbikra szavazók felé is, azzal, hogy mégiscsak a Fideszre szavazzanak, és kisebb károkat szenved el a külügyi téren. Úgyhogy szerintem ez ilyen egyszerű volt, egy egyszerű matematika. Jobbik szavazóknak szólt ez akkor? Illetve volt még olyan mondat, olyan utalás a beszédben ezen kívül, ami esetleg nekik szólhatott? Hát, hogy a kommunikáció szempontból közelítjük meg, és a politikai racionalitás szempontjából, akkor azt mondom, hogy egy 20% fölötti nemzeti vagy nemzeti radikális párt nyilvánvalóan azért lépéskényszerbe hozza a kormányt és a nemzetpolitika szinterén is, de kicsit távolabbról közelíteném meg, hogy annak idején a rendszerváltás után nagyjából mindig konszenzust élvezett az a kérdés, hogy három fő külpolitikai prioritás van Magyarországon. Az euróatlanti integráció úgy meg is történt, a NATO-ba, illetve az Európai Unióba való belépéssel, a határon túli magyar közösségeknek a támogatása, és a környező országokkal való jó szomszédi viszonynak az ápolása. Attól függően, hogy milyen kormány, jobb vagy baloldali színű kormányok voltak, ugye voltak mindig hangsúlyeltolódások. De azt is le lehet mondani, hogy az utóbbi kettő pont az általában konfliktusba került egymással, hiszen nem lehetett egyszerre jó viszonyt ápolni, és a határon túli magyar közösségeket akár a kollektív jogok megszerzésében támogatni. És ez szerintem ez egy vízválasztó volt az elmúlt ciklus olyan szempontból, hogy közjogilag is a magyar társadalom, a magyar tehát az állampolgárság megadásával elismertük az összetartozást, nem csak kulturális, nem csak nyelvi, nem csak történelmi értelemben, és ez nyilvánvalóan rávilágított arra, hogy szükséges előrelépéseket tenni. Másfelől viszont ugye az ukrán helyzet kontextusában azért azt nem sokan szokták megjegyezni, hogy már nagyon régóta nagyon éles ellentétek vannak, regionális szinten is egyébként, és hát etnikai szinten Ukrajnában. Nagyon régi kérdés a föderalizáció, illetve akár területi autonómia megadása a kisebbségeknek. Kevesen tudják azt is, hogy a 90-es évek elején volt egy népszavazás, ahol egyébként a kárpátaljaiak az autonómia, területi autonómia mellett döntöttek, és egyébként ezt nem hajtották végre. Még egy dolgot megemlítenék azt, hogy ugye Kárpátalján a legnagyobb népcsoport a ruszinoknak a népcsoportja. Ők valahányszor népszámlálás van Ukrajnában, kénytelenek ukránnak vallani magukat, mert nem ismeri el az ukrán állam egyébként ezt a kisebbséget. Ezeknek a mondatoknak milyen nemzetközi hatása lehet? Ugye már volt egy reakció, az ukrán államnak erőt kell mutatnia, így reagált a kijevi kormány miniszterelnök helyettese Orbán beszédére. Volt egy visegrádi négyek találkozó most csütörtökön, és akkor délelőtt a négy kormányfő beszélt egymással, illetve ki is álltak a sajtó elé, és nagyon kemény szócsaták is voltak. Ugye Tusk a lengyeleknél, a lengyel kormányfő nagyon keményen támadta Orbán Viktor, de már előre megüzente, hogy itt egy kemény szópárbaj lesz, és ott igazából ő kiállt amellett, hogy ez egy nem jó kijelentés volt ebbe a pillanatba, és csak is kizárólag Ukrajna demokratizáltságát szabad megőrizni, minden más kérdés másodlagos, meg kell egyszerűen akadályozni az orosz terjeszkedést. Ficóval egyébként viszonylag közös hangszínet sikerült megütni Orbán Viktornak, tehát ezért is mondom azt, hogy ez nem egy egyértelmű belerohanás volt a szakadékba, mert itt tényleg ki lett matekozva, hogy ki az, aki ez ellen fog felszólalni, ki az, aki mellette, vagy esetleg semleges marad, mint a cseh kormányfő, úgyhogy ez egy nagyon nagy sakjáték volt. Szerintem belföldön ez egy nyereség volt a Fidesz számára, ugyanakkor azért a lengyelek, akik az Európa Parlamenten belül nagyon nagy szavazati arányt képviselnek a régióból a legtöbbet, ott szerintem elveszítette Orbán Viktor a támogatást. Miért háborodtak fel Orbán kijelentésein a lengyelek? Mi a problémája ezzel Varsónak? Ugye eddig azt láttuk, hogy Lengyelország a szövetségesünk, főleg a kormányoldalnak külön szövetségese volt a lengyel nép.
Hát igazából szerintem az a legfőbb oka, hogy egyrészt a geopolitikai arca a két országnak teljesen más. Tehát akár a keleti partnerség megítélésére is gondolhatunk, akár a balkáni integrációra is gondolhatunk. Másrészt azért Lengyelországban a most regnáló kormány az euróatlanti partnerséget sokkal komolyabban veszi, hogyha így lehet megfogalmazni, kevéssé keresnek külön utakat, és egyébként ez arra is rányomja a bélyegét, hogy nem feltétlenül mindig pragmatikus, észszerű reálpolitikai célokat tűznek ki. Tehát ugye elhangzott ezen a biztonságpolitikai konferencián is Pozsonyban, hogy erős Európa Oroszországgal való partnerség nélkül egyszerűen lehetetlen, és most nem csak az energetikai függőségre kell gondolni, hanem számos olyan kérdésre, amit kooperáció nélkül nem lehet megoldani. Most az, hogyha az Oroszország, illetve az EU határára, határmesdjére, mint egy demarkációs övezetre katonákat telepítünk, ugye ez is felvetődött, hogy esetleg amerikai katonák csapatok érkeznek oda, az szerintem egy újabb hidegháborúnak az eszkalálódásához vezetne, tehát én ezt nem tartom egy reális politikai alternatívának. Menjünk tovább, június 6-án kívánja bemutatni az új magyar kormányt Orbán Viktor miniszterelnök, jelentette be Lázár János. A miniszterelnökséget vezető államtitkár azt mondta, a miniszterelnökségből minisztérium lesz, a szakpolitikai minisztériumok a belügy, az emberi erőforrások, a földművelésügyi, a honvédelmi, az igazságügyi, a külgazdasági és külügyi, a nemzetgazdasági, valamint a nemzeti fejlesztési minisztérium lesznek. Lázár Jánosnak kellett adni egy miniszteri címet, egy miniszteri posztot. Ez a miniszterelnökség átalakításának az oka, vagy mi lehet? Szerintem nem. Szerintem sokkal inkább a miniszterelnöknek még inkább a kiemelése. Tehát amiről beszéltünk korábban ugye a műsor elején, hogy ez a többségi modell felé való eltolódás, és az klasszikus eleme egyébként, hogy a miniszterelnököt kiemelik. És nem véletlen volt az itt, az idézetben nem hangzott el, de Lázár János elmondta, hogy nem a kormánynak van elnöke, miniszterelnöke, hanem a miniszterelnöknek van kormánya. Tehát ez egyértelmű az, hogy minél inkább próbálják Orbán Viktor pozícióját erősíteni, és nem véletlen, hogy magához vonta gyakorlatilag az EU fejlesztési pénzeket is. Már itt is vagyunk, folytatjuk a heti politikát, továbbra is az elmúlt napok legfontosabb híreit értelmezzük. Vendégeink Szakács András és Kovács János politológusok. Lássuk is az első témát. Molnár Zsolt adjon hálát Istennek minden egyes napért, amikor nem nyitom ki a számat, üzente az Indexen keresztül az MSZP korábbi kampányfőnökének, Ron Werber a párt egykori tanácsadója. Az Index információi szerint az MSZP, amely az ellenzékben töltött 4 év ellenére sorban kapta a korrupciós támadásokat, 3 hetet ült a Rogán Antal ingatlan ügyével kapcsolatos információkon. Itt az utóbbi időben több cikk is szólt arról, hogy az MSZP és a Fidesz együttműködik, van valamiféle összefonódás a két párt között. Például mondjuk Molnár Zsolt rendszeresen egyeztetett a Fidesszel. Hogyan képzeljük el ezt az összefonódást, és tényleg lehet-e ilyesmi, András? Alapvetően erről már évek vagy akár évtizedek óta vannak pletykák, különböző cikkek, hogy milyen gazdasági összefonódások vannak az országon belül a Fidesz, illetve az MSZP között. Ez szerintem nem ördögtől való, kis ország, kis gazdaság, egyszerűen nem lehet külön felépíteni két gazdasági háttér hatalmat. Ugyanakkor véleményem szerint sikerült felépíteni két Magyarországot kulturálisan és társadalmilag. Tehát mindegyik oldalon, mind bal, mind jobb oldalon megvannak azok a informális vagy formális intézmények, intézményrendszerek, amiket gyakorlatilag párhuzamosan építettek föl a pártok, jellemzően a Fidesz, illetve az MSZP. Tehát a végletekig kiélezték Magyarországon ezt a fajta gondolkodásmódot. Tehát van egy jobb oldali kultúra, egy bal oldali kultúra. És ebből kifolyólag beszélünk erről, hogy mennyire elképzelhetetlen, hogy ezek mégis kommunikálnak. Holott ez szerintem Nyugat-Európában, illetve egy olyan demokráciával azért van valamilyen szintű konszenzus, teljesen természetes dolog. Miért ne beszélhetne két kampányfőnök egymással, hogyha például nem osztanak meg? Tehát itt azért nem egyszerűen beszélgetésről van szó, hanem
mondjuk a terület felosztásáról, hogy mondjuk bizonyos fideszes vagy kormányzati szereplők tabunak számítanak, legalábbis bizonyos újságcikkek ezt valószínűsítik. Igen, ez valóban már egy szélsőséges esete az együttműködésnek, ugyanakkor maga az együttműködés, vagy az egymással való kommunikáció azért mégsem olyan nagy gond, mint a sokan gondolják. És tényleg csak amiatt van ez, hogy abból indulunk ki, hogy azt szoktuk meg, hogy a bal és jobb oldal teljesen elhatárolódik egymástól. És ezért gondolom azt egyébként, hogyha kiderülnek mind ezek, mind a gazdasági összefonódások majd, akkor a sokkal nagyobb sok lesz a párt szavazóbázisára, mint akármilyen eddigi botrány. Tehát igazából önmagukat kergették bele ebbe az utcába, és önmaguk alatt vágták a fát, hogy ennyire kiélezték, mert ezzel mindenfajta együttműködés erodálni fogja mindkét oldalnak a szavazóbázisát. Hogyan tudhatunk mi erről? Tehát ezek az információk egyáltalán hogyan kerülhettek nyilvánosságra? Kinek állhatott ez az érdekében, hogy most arról beszélgetünk, hogy miként és mennyire működhet együtt a Fidesz és az MSZP? Hát szerintem elsősorban a bal oldalon belüli belharcok nyomán váltak ezek nyilvánosra, ezek az információk, illetve pletykák vagy értesülések. Azt lehet mondani, hogy tehát valóban, hogyha van egy viszonylag konszenzusos politikai légkör, van egy nyugodt közélet, ahol egyébként nem a háborús logika irányít mindent, akkor egyébként a háttéregyeztetések, az informális találkozók, azok egyáltalán nem számítanának kuriózumnak. Magyarországon nyilvánvalóan más a helyzet, és van egy nagyon éles elkülönülés. Ugye 2010-ig gyakorlatilag két nagy pólus volt, most már azért ilyen szempontból is plurális lett a kép. Anélkül, hogy bármiféle összeesküvés elméletbe belebonyolódnánk, azért igen, voltak érdekes jelek, ugye az egyik, ez amit a felvezetőben szerepelt is, a Ron Werbernek ez a kiszólása, illetve Molnár Zsoltnak a reakciója. A másik, ami talán még érdekesebb volt, az a Mesterházi Attila és Habony Árpádnak a találkozója, amiről szintén lehetett, hogy megtörtént egyáltalán, illetve milyen témákról lehetett szó. Ugye Habony Árpád a Fidesz egyik fő stratégiája, nevezhetjük talán így. Igen, ez abszolút így van, és ugye ez is találgatásokra adott okot, hogy milyen díleket köthettek esetleg a háttérben, illetve miről lehetett szó. A másik, ami szintén érdekes volt, ugye most már köztudott, hogy az MSZP nagyon komoly adósságállományt halmozott fel, 2 milliárd forintot, és ugye az is egy érdekes dolog volt, hogy pont a kampányidőszakban a nagyjából 300 millió forint értékben a közgép hirdetéseket láthattuk a Népszavában, Népszabadságban, tehát szerintem ez sem véletlen. Ugye ezt onnan közelíteném meg, hogy azért a Fidesznek egyáltalán nem már érdekében, hogyha centrális erőtérben gondolkozik hosszú távon, hogy bármelyik ellenzéki, esélyes ellenzéki párt, vagy közepes ellenzéki párt valóban váltópártán nője ki magát. Tehát az, hogy anyagilag ellehetetlenüljön, vagy politikailag teljesen ellehetetlenüljön és felmorzsolódjon, és csak egy erős baloldal, vagy csak egy erős jobbik nőjön ki, az abszolút a Fidesz érdekeivel ellenhat. Molnár Zsolt csütörtökön este lemondott a budapesti MSZP elnöki tisztségéről. Ez gyakorlatilag ennek a belharcnak az eredménye? Ő az első áldozata ennek? Ezt nehéz megmondani, ő sem mondott konkrétumokat, hogy igazából miért is mond le pontosan. Ugyanakkor én nem tartom problémának azt, hogyha vannak ilyen belharcok, és azoknak vannak áldozatai. Tehát szerintem a Fidesznek az egyik legnagyobb problémája, ami miatt a középen állók és a baloldaliak és a liberálisok nem igazán tudják befogadni az ő világlátásukat, az pont azért van, mert nem látják, hogy ez a párt demokratikus lenne. Tehát egy párt valamilyen szinten akkor tud magára a demokratikus